Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház! Nem csak a tegnapi napon, hanem a mögöttünk járó egy évben sokat beszéltünk a rendőrségről. Úgy érzem, ezek a viták néha előre is vittek, nem mindig mondjuk, de előfordult. A mai napirend előtti felszólásnak a tárgya részben a köztársasági elnök úr megszólása volt. Hát tegyük hozzá, nem szokás ebben a házban a köztársasági elnök megnyilvánulásairól beszélni. Ugyanakkor tegyük hozzá, hogy az sem volt korábban szokás, hogy a köztársasági elnök úr olyan mélyen szálljon be a belpolitikai vitákba, amilyen módon ezt legutóbb és talán korábban is megtette. És érdemes föltennünk azt a kérdést, hogy király-e a köztársasági elnök? Király-e, aki, hogyha megszólal, akkor az alattvalóknak nem illik vele szemben megfogalmazni a nézeteltérést, vagy pedig, hogyha ő része a demokratikus közéletnek, mint egy köztársaság elnök, amennyiben megszólal, akkor igen, a politikai aréna részvevői is elmondhatják a véleményüket. Én a magam részéről úgy ítélem meg, hogy a köztársasági elnök úrnak az ünnep elején elmondott beszédje, miközben az ott elhangzott szavakkal én egyet tudtam érteni. Mert valóban erőszak monopóliuma egy demokratikus országban csak az államnak és csak a rendőrségnek van, tehát a felelőssége is nagyobb. Én mégis úgy látom azonban, hogy aránytévesztés történt két okból. Az egyik ok, és ebben egyetértek teljes mértékig miniszter úrral, hogy nem lehet csak úgy a rendőrségi túlkapásokról beszélni, hogy közben ne beszélnénk arról, nem csak, hogy milyen törvényellenes cselekedetek voltak Budapest utcáján, hanem arról, hogy mi volt azoknak az estéknek a tétje. Ajjaj, közben időm lejárt. Annak a tétje az alkotmányos rend megőrzése volt, és egy mondat elnök az, hogy a köztársaság elnök úr sem mert elmenni arra a megemlékezésre, amit a rendőrök mértek. Hát úgy érzem, hogy egy nagyobb fajta óvatosság az elnök úr részéről is hát szükséges lenne. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, frakcióvezető úr.